erős 6,1-es földrengés volt Kína nyugati részén. Az eddigi jelentések szerint vélhetőleg nem történt tömegkatasztrófa. 6 halottról szólnak a hírek, ami kisebb csoda annak ismeretében, hogy néhány hónapja Nepál egyes részeit egy 8-as erőségű rengés szinte porig rombolta. Bátorság ide, katonaság oda, így menekültek a posztoló katonák Kína nyugati részén, amikor megérezték lábuk alatt a földrengést. Rekordsebességgel értek a szabadba, ez az első és legfontosabb szabály, ha megmozdul a föld. Több százezren tettek így a környező városokban is, több ezer épület rongálódott meg. Mintha csak szellemek játszanának ezen a kosárlabdapályán, aztán érkeznek a játékosok, akik szemlátomást élvezik a veszélyes helyzetet. Ebben az irodában látni és érezni is lehetett a rengést, olyannyira, hogy a számítógépek fel is kapcsolódtak, munkára készen, azt érzékelve, hogy valaki megmozdította az egeret. Ezek az üzletek sem úszták meg, a földrengés alapos dúlást végzett, potyogtak a rázkódó polcokról a termékek, éppen hogy nem csuklottak össze a bútorok. Ezen az autón is jól látható a földmozgás ereje, de most a 4 kerék szerencsére elég volt a talpon maradáshoz.